Örömmel fogadtuk a Jobbik Török Szent Miklósi szervezetének a meghívását. Török Szent Miklóson a lakossági fórum elején vagyunk. Azért szerveződött ez a fórum, mert a környékbeli gazdák igényelték, hogy egyfajta rálátást kapjanak a Jobbik mezőgazdasági politikájára. Ennek megfelelően Magyar Zoltán, országgyűlési képviselője a Jobbiknak jött el vendégségbe hozzánk, és fogja előadni a Jobbik programját ezzel kapcsolatosan. Én azért jöttem el nagyon szívesen erre az alkalomra, mert bizonyára tudják a kedves tévinézők azt, hogy a Jobbik elindította már az országgyűlési választási kampányát, legalábbis egy ilyen előkampányban vagyunk jelen pillanatban, és Törökszent Miklós lakossága előtt a mai napon fogok bemutatkozni, mint országgyűlési képviselőjelölt a 4-es számú választókerületben. Én bízom abban, hogy egy tartalmas és sok kérdésre választ adó lakossági fórumon leszünk majd túl néhány óra múlva. Az országjárás célja az, hogy a magyar vidék és mezőgazdaság problémáit megismerjük test közelből, hiszen mégiscsak az a legautentikusabb, amikor maguk a szereplők tudják elmondani az országgyűlési képviselőknek azt, hogy mik azok az égető problémák, amelyekre azonnali választ kell adni. És hát az a három terület mindenképpen fókuszba kerül ma is, ami leginkább égető és leginkább tenni tudna érte a magyar kormány. Itt elsősorban a támogatáspolitikát, a földpolitikát és a jogszabályokat emelném ki, hiszen a jogszabályok ma Magyarországon nem a kis helyben élő valódi családi gazdálkodókat segítik, hanem azokat a nagy tőkés földes urakat, akik egyébként minden lehetőséget elszívnak ezen keresztül a helyi gazdaságok elől. Ugyanilyen probléma van a földpolitikában. A Fidesz azt ígérte, hogy az állami földeknek növelni fogja a számát, ehelyett gyakorlatilag a teljes állami földvagyont privatizálta, ráadásul olyanoknak, akik tőkeerős kormányközeli oligarchák. És ugyanez a helyzet a támogatások területén. Mindannyian emlékszünk azokra az ígéretekre, amik arról szóltak, hogy vége itt a nagyüzemek támogatásának, és végre valóban a magyar családok járnak jól az Európai Uniós és hazai forrásokból. Ehelyett tavalyi számokat tudok mondani. A támogatások 68%-át, a felső 10%, azaz a leggazdagabb 10%-nyi agrárszereplő vitte el. Ez egy olyan brutális aránytalanság, ami azt hiszem még a főhercegi birtok méreteknél is egy komolyabb koncentrációt mutat, és a Jobbik ezt is meg fogja állítani.